Jó, meg ráncigáltam itt a köldök zsinóromat, remélem nem. Van hangom? Recseg? Nem recseg? Jó, akkor. Hello mindenki, élőben a Restartot látjátok, és reméljük hallani. Nem vagyok gazdarakon. Hát és a kedves nézők, a fulit szép meg. Hozzá ne nyúljál! Hát ez az! Na, kontaktba! Hozzá ne nyúljunk semmihez, meg sem mozdulok, jó? Szóval szevasztok a Restartot, látjátok. Mi van? Hát old már! Hát most így hogy csinálják műsort? Na kérem szépen! Szóval, élőben a Restartot látjátok, szevasztok, akkor így a műsor kezdése után egy perccel el is indítottuk a műsort. Így képernyő alsó részén, ami elérhetőségeink vannak, szokás szerint ezen keresztül tudtok hívni, és természetesen ezt a mikrofon soha többet nem fogjuk adásba használni. Különben a kollégáknak a fejét veszem. Úgyhogy most itt megígértem adásba, úgyhogy majd mindenki... Még egy recsenést hallottok, nyugodtan lehet telefonálni és petíciót, hogy ki kell rúgni az összes kollégát, aki a hanggal foglalkozik. Na, szokás szerint hírek, és akkor utána jöhetnek a hozzászólásaitok. Kérdezzetek nyugodtan, már akár most lehet írni a Facebookra a kérdéseket, és akkor azokat én majd itt szépen visszafele elkezdem megválaszolgatni. Telefonálni is lehet, meg Skype-olni is lehet. Előre mondom, hogy amíg nincs vége a hírek blokknak, addig, ha valaki telefonálnak, tartani kell, jó? Tehát nem letesszük meg ilyenek. És vagy akkor hívjatok, vagy benne van a pakli, vagy tartani kell egy kicsit a telefont. Na kezdjük el akkor, kérem szépen, fél éven belül, egész pontosan márciusban elindulhat végre valahára a Digi mobil szolgáltatása, ami remélhetőleg nem csak internetet, hanem akár audio-vizuális megoldásban, ugye, hát mobil szolgáltatást is indít ilyen szinten. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság weboldalán már szerepel, hogy a Digi szép lassan bejegyezte a mobil szolgáltatás elindulásának időpontját, amely 2017. március 21-e. Ez azt jelenti, hogy több mint két évet kellett várni erre, azt követően, hogy ugye a távközlési cég megszerezte a szolgáltatáshoz szükséges frekvencia engedélyt, hiszen gyakorlatilag két évvel ezelőtt írták ki ezeket az engedélyeket, illetve a frekvenciát lehetett rá pályázni. Ugye először még korábban volt, hogy állami mobil szolgáltatás indul majd, aztán az mégse nyert, vagy valahogy visszamondták, vagy nem tudom, és akkor utána bedobták újra ezt a pályázatot, és hát így több már jelenlévő mobil szolgáltató is pályázott, és egy új szereplő is lesz a piacon, aki egyébként a környező országokban már szolgáltat egyébként mind internetet, mind pedig ugye telefonálásra alkalmas szolgáltatást. A Digi ritkán ad ki nyilatkozatot, de idén júniusban Riska Sambor, az ügyvezető igazgató elmondta, hogy akkor éppen 200 bázis állomás kiépítése volt folyamatban, tehát szépen lassan, hát gondolom én addig nem akartak elindulni, amíg nem tudnak biztosan elindulni, tehát ne az legyen, mint annak idején, amikor a Vodafone elindul, bár lehet, hogy most is lesz valami hasonló, hogy hát még nem volt saját hálózata, és gyakorlatilag ugye az akkori Vestel, illetve Pannon, már nyugodtan kimondhatjuk, mert így ebben a formában már teljesen máshogy hívják a két céget, tehát a Vestel 900, illetve a Pannon GSM hálózatát használta annak idején a Vodafone. És akkor szépen lassan elkezdte a saját bázis állomásait kiépítgetni, aztán most már ugye csak és kizárólag a saját hálózatát használja. A Digi ezek szerint úgy cselekszik, hogy ők rögtön a saját hálózatokat akarják használni. Tehát azért 200 bázis állomás az nem tudom mennyire elég, tehát bár mondjuk ez júniusban volt, azóta lehet, hogy ez már rég a duplája vagy a triplája, és még ugye fél év múlva még bármi lehet. Tehát ezt így egyelőre még nem tudjuk sem megerősíteni, sem egyéb más információ nincs a birtokunkban ezzel kapcsolatban, hogy egész pontosan saját hálózaton fog elindulni, vagy kezdetben lesz roaming lehetőség, ugye ilyen belső roaming, tehát belföldi roaming, és más szolgáltató hálózatát is lehet használni. Ugye a Digi alapvetően most is nyújt mobil szolgáltatást, már jó ideje, csak éppen mint virtuális szolgáltató teszi ezt, tehát a Telenornak a hálózatát használja, és ezen nyújt internet szolgáltatást, és most gyakorlatilag erre majd nem lesz szükség a jövőben, tehát valószínűleg átalakul ez az egész történet, és a saját hálózatán fogja tudni nyújtani ezt a szolgáltatást. 2014. szeptember 29-én szerezte meg egyébként a 2x5 MHz-es blokkot, hang- és adatszolgáltatásra egyaránt alkalmas frekvenciát,
Hogy miért tartott ilyen sokáig a hálózat építése, azt nem lehet tudni, de már természetesen az indulással kapcsolatos hírek azok felreppentek, és hát ugye, hogy az NMHH is elérhetővé tette gyakorlatilag az indulás időpontját, így egyre többen izgatottak, többek között én is, hogy milyen lesz a negyedik szolgáltató. Ez persze megint egy másik kérdés, hogy kell-e a piacra, erre a kis magyar, mi kis magyar piacunkra négy, azaz négy darab mobil szolgáltató. Nem baj, ha van verseny, én azt gondolom, most is elég kiélezett a verseny, nagyon nincs különbség igazából a szolgáltatásoknak a minősége között. Én nekem volt szerencsém gyakorlatilag mind a három jelenlévő szolgáltató hálózatát már használni. Én azt gondolom, hogy olyan nagyon nagy problémák nincsenek. Hát azért néha vannak persze, tehát a Magenta szolgáltató az elmúlt időszakban párszor nem is kell bejelenteni, hát úgy gyakorlatilag mindenki észreveszi, hogy hoho, nem tudok telefonálni, és ez mondjuk úgy két havonta egyszer előfordul, vagy nem tud internetezni, vagy ilyenek. De úgy azt gondolom, hogy így akár a szolgáltatás minőségét, a lefedettséget tekintve, akár az árakat tekintve, szerintem nagyon fej-fej mellett mennek. Néha akcióznak, egyik megy a másik után, logikus módon piac követő magatartás van, tehát az egyik bevezet valami nagyon durva akciót, akkor a másik is kénytelen utána menni, mert hát különben kiesik a versenyből. Kíváncsi leszek, hogy a Digi, aki azért jelentősen lenyomott árakkal dolgozik a piacon, legalábbis a jelenlegi szolgáltatásait tekintve, hogyan fog a mobil szolgáltatásban szerepelni. Ha olcsó lesz, akkor az természetesen nekünk tök jó lesz. Majd kiderül. Ha követi a saját trendjeit, akkor olcsó lesz, úgyhogy már pedig azzal, akkor jó sok előfizetőt át fog tudni csábítani. Már aki nem írt alá ugye 20 év rabszolgaságot valamelyik szolgáltatónál, egy iPhone-ért cserébe mondjuk, vagy valami, mert ugye ez is jellemző, ami nem baj, mert tényleg így kell ezt csinálni. Tehát hogy lehet olcsón telefonhoz jutni, aláírsz, hogy nem tudom, 2 év rabszolgaságot. Ami igazából most persze túlzok, mert ez nem rabszolgaság, de ha belegondolsz, hogy ezt így mennyibe fizetett ki, tehát gyakorlatilag olyan, mint a hitelt vennél fel a telefonodra, ugyanazt meg lehet csinálni, és akkor nem feltétlenül függsz a szolgáltatótól. De gyakorlatilag ez legalább egy lehetőség, hogy az ember felső-közép kategóriás készüléket is viszonylag normális áron, vagy akár hitelben, ha így nézzük, meg tudjon vásárolni, mert egybe kiadni 200 000 forintot mondjuk lehet, hogy necces, de ha a szolgáltató van oly kedves és elérhetővé tesz valamilyen konstrukcióban részletfizetési lehetőséget, akkor szerintem ez mindenképpen dicsérendő történet. A részleteiben nem menjünk bele, mert azért ez ennél sokkal bonyolultabb. Úgyhogy ennyi, kíváncsian várjuk. Március 21 lehet szkennelni majd a hálózatot. Szerintem addig is lesznek tesztadások, úgyhogy aki szkennelgeti a mobiljával az elérhető hálózatokat, időnként lehet, hogy találkozik majd már a Digivel, csak valószínűleg fölengedni nem fogja a hálózatra. Aztán YouTube, mostantól még szebb videókat lehet majd nézni a YouTube-on. Folyamatosan fejlődik ugye a szolgáltatás. Hát gyakorlatilag lassan átveszi a mobil videózás, és azon belül is a YouTube-ozás egyébként szerintem a vezető szerepet a non-lineáris tartalmak elérése kapcsán. A YouTube bejelentette, hogy a szolgáltatás ezentúl támogatni fogja a HDR videókat is. Na most ugye mit jelent a HDR? High Dynamic Range, vagyis ugye nagy dinamika tartományú rögzítés, illetve hát videó. Azaz, az így készült videók, az árnyékos és fényes képrészleteket is egyaránt részlet gazdagabban és a színeket kontrasztosabban tudja megmutatni. Ugye jó néhány, főleg megint csak közép-felső kategóriás okostelefon képes már HDR videókat vagy fotókat készíteni, ugye sokkal szebb, élethűbb. Nagyjából technológiailag úgy néz ki egyébként a történet, hogy ilyenkor nem egy fényképet csinál, hanem kettőt, vagy lehet, hogy még többet, és ezeknek az átlagából próbál valahogy egyfajta képjavító eljárással szebb képet csinálni. A videók esetén hasonlóról beszélünk, tehát sokkal nagyobb bitrátával rögzíti egyébként a videót, vagy amelyik kamerába, vagy amelyik fényképezőgépbe, vagy telefonba, ugye két kamera van, az pluszban rá segít erre, hiszen ott két
két kamera is rögzíti egyszer az eseményt, és a kettő átlagolásából plusz a ráépített különböző képjavító mechanizmusok segítségével lehet HDR minőségű videót csinálni, ami egy sokkal nagyobb és dinamikusabb kontrasztot, ergo részlet gazdagabb képet ad, és itt most nem a felbontásról beszélünk, hogy HD vagy 4K vagy nem tudom, mert az most már szerintem majdnem, hogy alapa a mobilok esetén, hogy már ilyen minőségben tudnak, vagy akár beszélhetünk persze kamerákról is, tehát tükörreflexes vagy akár profi szintű kamerákról is, már azok nagy része is, sőt szinte szerintem mindegyik komolyabb kamera ismeri már ezt a funkciót, és mostantól a YouTube is képes lesz ezeket a videókat, hogy úgymond natív megjeleníteni, tehát a HDR videók sokkal szebb minőségben fognak hozzánk eljutni. Természetesen az új funkció kihasználásához a HDR alapanyagon kívül kompatibilis eszköz is kell, tehát például HDR videók megjelenítésére alkalmas készülék, tehát mondjuk tévé, mert hogyha nem HDR alkalmas a tévé, már mondjuk az újabb tévék szerintem már bőven igen, akkor gyakorlatilag semmiféle különbséget nem fogsz látni. Ezek nélkül nem látszik a valódi különbség, így ha hagyományos képernyőn keresztül olvassuk, vagy látjuk ezeket a videókat, ugye, akkor igazából nem nagyon sok mindent lehet megkülönböztetni, tehát azért minimálisan lehet majd látni, picit, mint a sötétebb lenne majd. Itt van egy fotó, amin szépen be is mutatják, hát át kellett volna dugni, édesapa, a képet, nem? Mindjárt akkor megmutatjuk majd a fotót is, amin igazából, hogyha majd meglátjátok, akkor úgy néz ki a történet, hogy gyakorlatilag, mint hogyha sötétebb lenne. A feketék azok tényleg feketébbek, a színek is pont ezáltal, hogy a kontrasztot gyakorlatilag egy picikét ugye meghúzza, így mintha színesebb is lenne itt. Igazából nem a színt húzzák, mert akkor a szaturáció is meg lehetne oldani, vagy akár levenni ugye a képnek a nem is a fényerősségét, bár igazából ez az érték, amikor lejjebb húzzuk, és akkor ugye a kontraszt és a fényerő változásából, ugye a fényessége az adott képnek vagy videónak, az lesz kicsikét olyan sötétebb hatású, de igazából nem sötétebb lesz, hanem a részlet gazdagsága megmarad. Hát itt van egy fotó, amihez nem tudom mondom, hogy mennyire fog ez látszani. Ez ugye a nem HDR videóból egy képkocka, ez meg a HDR videóból egy képkocka. Jól látszik, még szerintem itt is valamennyire. Hogy ugyan úgy akarják itt a sima képen megmutatni, hogy itt bizony itt nem egy teljesen fekete dologról beszélünk, ami egyébként az életben az, mert hogy az árnyék valószínűleg pont oda vetődik, és az ott sötétben van, mert nem kap fényt, mondjuk ez egy híd, vagy nem tudom, mólónak ez a részeit. Ehelyett ugye fölhúzza egy picit a kontrasztot, hogy mégis látszódj, hogy ne egy fekete folt legyen ott, hanem egy kicsit kiszürkül. Miközben egyébként az gyönyörűen meg lehetne mutatni így is, bárhogy mondom, ismételten hangsúlyozom, valakinek nem olyan alkalmas, nem alkalmas a készülék a HDR kép vagy videó megjelentésére, akkor gyakorlatilag itt ezt nagyon feketének fogja csak látni. De mint jól látszik, pont abból kifolyólag, hogy mélyebbek, sötétebb a kontraszt, ezért színesebbnek tűnik a kép, tehát valahogy egy kicsikét. Sokak ezt nem szeretik, mert hogy egyébként ez nem annyira valósághű, hanem egy kicsit olyan, mint amikor valami animációt nézünk, hogy valahogy nem a valóságot tükrözi, hanem olyan, mintha újra lenne színezve. Tehát minden olyan nagyon színes, olyan nagyon fényes. Én azt gondolom, hogy egyébként a látvány szempontjából ez sokkal szebbnek látjuk, de nem valóságos. Tehát a valóságos az a másik. Tehát, hogy belenézel így a világba, akkor sem ilyen nagyon színes, belátod a Józsi fejét mondjuk, ti mondjuk nem látjátok, de higgyétek el, nem olyan színes a feje. Mint mondjuk, ha le lenne fotózva HDR-rel, sokkal színesebb a feje. Így működik ez a történet, de valahogy a hatás, ugye a képhatás sokkal szebb. Egyébként az egyéb más ilyen képjavító eljárások, amiket mondjuk az újabb tévék már tudnak, vagy az okos tévék, nem, direkt nem mondom, hogy okos tévé, mert nem feltétlenül kell hozzá okosnak lenni a tévének, csak újabb technológiás tévék. Ott ugye a különböző mozgásokat is lehet pluszban, hogy úgy mondjam, felturbózni, egy kicsit ilyen összemosottabb mozgás, egy kicsit folyamatosabb, hogy is mondják, ez motion dynamic, tehát a mozgás dinamikáját is lehet kicsit turbózni, és akkor olyan nagyon életszerű hatása van a történet, mint hogyha ki akarnának jönni a tévéből a karakterek. Tehát nem elmosódik, mint mondjuk így a kezem egy átlagos tévén, bár most itt valamiért itt is mosódik. Jó van beállítva a kamerának a frame rate-je? Vagy megint progresszívbe sugárzunk? Na mindegy. Tehát ugye
ugye ezt úgy tudják elérni, tehát erről már beszéltünk korábban, hogy mondjuk amikor azt mondjuk, hogy egy tévé mondjuk 600 herces, 500 herces, ugye? Tehát akkor az nem azt jelenti, tehát ugye az azt jelenteni, hogy a magyarországi, meg ugye a világ nagy részén használt PAL jel, ugye az 50 fél képkockával dolgozik, vagy 50 egész képkockával, attól függ, hogy progresszív vagy interlészről beszélünk, tévéadások esetében interlészről beszélünk, tehát 50 fél képkockáról beszélünk egész pontosan, abban jön ki a 25 képkocka per másodperc. Na most ugye a tévé az 500 Hz-en is tud működni, mondjuk egy vagy okosabb tévé, de 300, 500, 600 van, amelyik már 1000 Hz-en is megy. Ami a francnak ennyi, ugye? Tehát az azt jelenteni, hogy elvileg ugye ő 500 képkockát is meg tudna jeleníteni, de hát hogyha csak 25-öt kap, akkor most mit jelenítsen meg itt 500-at, meg ugye egy másodpercben 500 képkocka, az kicsit azért durva lenne, bár vannak olyan kamerák, amik ezt meg tudják simán csinálni, meg egyébként lassított felvételeket tök jól lehet ilyenkor csinálni, mert ugye minél több képkockával dolgozol egy másodperc alatt, annál több képkockát tudsz hasznosítani a lassítás során is, ergo sokkal folyamatosabban meg tudod mutatni, nagyon szép felvételeket lehet látni a különböző ilyen, természetcsatornákon, amikor mondjuk a madaraknak a, tehát be van lassítva, hogy mondjuk, mit tudom én, egy ilyen madár repül, vagy mit tudom én, vannak olyan videók az ilyen tudományos csatornán, amikor mondjuk, mit tudom, egy puskagolyónak a kilövését mutatják, és így látszik, ahogy repül. Ugye, hát azt képzeljétek, hát milyen gyorsan repül egy puskagolyó, hát azt hogy lehet lekamerázni, vannak olyan kamerák, amik képesek ilyen frame rate-tel rögzíteni, és ezt belassítva ugye logikus módon, ezt hosszabb időben lejátszva tudják lassítva nekünk megmutatni. Nem ezt akartam mondani, hanem azt akartam mondani, hogy egy real time-ban, tehát valós időben a tévék ugye úgy csinálják, mondjuk az 500 Hz-es tévének van ideje, mondjuk 10-szer annyi ideje van egy képkocka során akkor, hogy ezzel az adott képkockával csináljon valamit. Na most itt jönnek a képjavító eljárások rá, hogy akkor szépen azt mondjuk, igen, akkor 500 Hz, nagyon jó, akkor csináljunk, húzzunk rajta egy kis HDR-t, húzzunk rajta egy kis Dynamicot, háttérfény, kicsit korrigáljuk a színeket, nem tudom, és akkor gyakorlatilag el lehet érni, hogy olyan kicsit olyan természetesebb, olyan szebb képhatást keltsen. Tehát a mai tévék már gyakorlatilag 3, 4, 5, 6, 8, 10 féle képjavító eljárás is rá tudnak egyszerre dobni valós időben egyébként az adott képre, és ezért van az, hogy kristálytiszta, gyönyörű minőségben láthatja mondjuk az, aki mondjuk, ne adj Isten, most a Restartot néz, és ilyen tévéje van az én fejemet is, pedig higgyétek el, hogy nem olyan szép. Ami ennek lehet, hogy a tévében látszik. Na, úgyhogy a YouTube partner megállapodásokat is kötött, hogy legyen induló tartalom az új funkcióhoz, készített lejátszási listát, és ahonnan lehet majd válogatni a HDR videók közül, de bárki feltölthet saját HDR videót is, ha van hozzá megfelelő eszköze, ugye? Tehát olyan videót készített, ami egyáltalán HDR. Ez egy kicsikét más, egyébként a mai formátumok, már H260 is régóta támogatja ezt. Vannak olyan formátumok, ami kimondottan HDR-hez vannak egyébként kitalálva, de egyébként maga az MPEG 4, tehát a HD vagy a H264 szabványba is meg lehet jelölni bizonyos flagekkel, hogy igen, ez egy HDR videó, HDR azonosító, teszel bele, hogyha a nyersanyag olyan, és akkor onnantól kezdve felismerő rendszer, hogy ez egy HDR videó, és HDR-ként is fogja kezelni, tehát magyarul maga a YouTube szervere is, gondolom én innentől kezdve, bizonyos képjavító eljárásokat rárakva fogja tudni ezt megjeleníteni, és ezáltal, ha olyan, vagy olyan, hogy mondjam, segédparancsokat tud küldeni az adott eszköz felé, hogy igen, ezt te HDR-be jelenítsd meg, és akkor HDR-be fogja megjeleníteni. Jó? Mondom, akinek nem ilyen tévéje van, vagy nem ilyen monitorja van, túl sok különbséget nem fog tapasztalni, de minden esetre ez a funkció elér. Hát ez ugyanaz, mint a 360 fokos videók, ugye? Tehát ez ugyanaz a kategória. Amellett, hogy azt persze 2D-ben is meg lehet nézni, mert lehet benne közben mozogni, az igazából akkor buli, hogyha tényleg olyan, mondjuk egy VR szemüveggel nézed, és akkor fejeddel tudsz körbenézni az adott videóba, tehát nem egérrel vagy telefonnal, bár mondjuk a telefon giroszkópját egész jól lehet ilyesmire használni, tehát amikor nézel egy HDR, egyébként az is lehet HDR, tehát nézel mondjuk egy ilyen 360-as képet, vagy egy panoráma képet, ugye most már Facebookon is vannak ilyenek, akkor ha megnézitek, akkor a telefonnak a giroszkópja segítségével, hogyha így nézed a képet, akkor mozgatod a telefont, akkor gyakorlatilag úgy forog el a kép. Tehát, hogy gyakorlatilag, mintha térben ott lennél, úgy tudsz körbenézni. Na most képzeld el mindezt VR-ban, akkor tényleg olyan feelingje van, mintha ott lennél. Tehát nem véletlenül jönnek ezek a funkciók szépen lassan elő, készítik elő így szépen ugye a következő nagy technikai dobást,
nem más, mint ugye a virtuális valóság, amiről már megint 1000 millió éve beszéltünk. Na jó, megyünk tovább. Android megérkezett a novemberi javító patch. Kérem szépen, 200 kritikus sebezhetőségtől szabadult meg az Android. Már bő egy éve minden hónap első hétfőjén elérhetővé válnak az Androidhoz készült legújabb hiba javítások. Bár a mobilozók többsége számára ez sajnos lényegtelen, mivel a telefonjai gyártói általában nem hajlandók eljuttatni az eszközre a patcheket. Kivételt képeznek ez alól azok a gyártók, illetve azok a típusú készülékek, amiknél mondjuk, tehát gondolok itt a referencia készülékre, de van egy-két nagyon szép, mondjuk úgy, hogy majdnem azt mondta, hogy jogkövető, mert ez igazából nem annyira jó, hogy mondjam, tehát nem annyira bűn, de ha belegondolunk, akkor egy picit igen, hogy foltozatlanul maradnak hibák egyes gyártóknál, de azért hál' Istennek elég sok gyártó, aki most már azért ugyanígy beállt a sorba, és igyekszik ezeket a javító patcheket elérhetővé tenni. Úgyhogy bízzunk benne. Na ez is egy példa, hogy szempont lehet, hogyha valaki telefont vásárol, hogy olyan gyártótól vásárol olyan készüléket, aki mondjuk azért a frissítéseket is szépen kiadogatja. Ne olyantól, aki meg fél évben egyszer eszébe, hogy na jó, majd valami újdonságot adjunk ki ezeknek a szerencsétleneknek, ha már megvették a telefont. Ugye nagyon sok az ilyen gyártó, sőt az a baj, a legtöbb ilyen. 2016 novemberi foltozások szokás szerint többféle kiszerelésben váltak elérhetővé. A legegyszerűbben a 2016-11. hó 01-es jelzésű csomag küldhető ki a mobil eszközökre, míg az alaposabban eljárni kívánó gyártók a rengeteg további sérülékenységet megszüntető 2016-11. hó 05-ös kiadást is választhatják. A legjobb ettől függetlenül a 2016-11. hó 06-os ügyfelekhez való eljuttatása, ugyanis ebben további kritikus sebezhetőségeket is megszüntettek az illetékesek. Itt egyébként mindig a Google-t hozzuk példaként, hiszen ővé az Android, és őneki vannak ugye referencia készülékei, tehát a Nexus, illetve Pixel készülékek, azok automatikusan megkapják, bár teszem hozzá, a szolgáltató ezeket is egy nagyon picit néha így fenntartja, tehát hogy nem küldi ki rögtön, tehát például nekem ugye ilyen készülékem most nem jött meg még a patch, pedig már 8-a van. Aztán sehol semmi, pedig ugye már elvileg elsőjén is elérhető lett volna. Egy-két héten belül megjön, tehát magától. Ha nagyon türelmetlen az ember, akkor óta frissítéssel ugye a Google weboldaláról le lehetne szedni és föl lehetne rakni, de hát most kinek van erre kedve meg ideje, hogy kábelt kössek a telefonon, vagy a géphez, hogy átmásoljam fel. Tehát megvárom, majd kijön. Tehát igazából nem vagyunk elkésve. A kereső cég és partnerei a novemberi javításokkal összesen, figyelemmel itt tényleg nagyon durva sebezhetőség javításról beszélünk, 83 darab sebezhetőséget szüntettek meg az Android legkülönbözőbb moduljaiban és meghajtó programjaiban, ebből 24 kritikus besorolású, 39 kimondottan, a maradék 20 pedig mondjuk úgy, hogy moderáltan veszélyesnek találtak biztonsági kutatók. A Nexus, illetve Pixel eszközökre már elérhetők a javítások, a patcheket kapó további készülékekre pedig az elkövetkezendő hetekben fognak megérkezni. Tehát itt mondanám a Samsungnak a csúcsmobiljait, azok már megkapják, azt hiszem 2 évig visszamenőleg biztos, tehát még az 5-ös is megkapja, ugye? Igen, 5-ös tehát a 7-es, a 6-os és az 5-ös. Is megkapja. A Sony-nál az Xperia széria az biztos, hogy meg fogja kapni, az LG-nek az újabb változatai azok biztos megkapják. Talán a HTC az, aki még azért beszállt ebbe a frissítési sztájba, meg talán a Huawei, akinek bizonyos mobilja, hát ugye a Mate széria, ugye ott is a csúcs kategória, ami azért meg szokta kapni ezeket a frissítéseket. Egyébként az Android 7.0 kapcsán is ez a helyzet, hogy ezek azok a gyártók, akik ezekre a készülékekre hamarosan, vagy van, aki már elérhetővé tette a 7.0-át, de van, aki még ebben az évben ezekre a készülékekre szinte biztos, hogy elérhetővé fogják tenni, és persze utána jönnek az egyes gyártóknak az egyel kisebb szintű készülékei, amire vagy kijön, vagy nem, ezeket soha nem lehet tudni. Valamelyik nap volt fönt egy ilyen infografika ezzel kapcsolatban, amit akartam is nektek mutatni, csak valahogy nem jutott rá idő, de van itt egy sorrend, talán tegnap volt, mindjárt megnézem egy másodperc, de lehet, hogy nem tegnap, hogy milyen telefonok fogják megkapni
nem sokára. Itt van, igen, ezek a készülékek tuti biztos, hogy megkapják a Nougatot, tehát a 7-es Androidot, egyébként csak úgy mellesleg jegyzem meg, hogy 7.1-nél tartunk. Amit ugye a pixelek már megkaptak, tehát már megint nem a legújabbról beszélünk, hanem csak az egyen régebbiről, bár nem sok különbség van, és főleg ugye, hát most itt a saját eszközeit akarja Google nyomni, tehát a pixeleket, ezért módosított egy picit az Androidon, egyébként a 7.0-nak csak egy kimondottan pixelre módosított változatáról beszélünk ebben az esetben, ami talán majd egy-egy frissítést még kap, és akkor megkapják talán más gyártók készüléke is. Még a Nexusok se kapták meg, tehát 7.0 tökéletesen elég lenne, hogyha kiadnák. Tehát Samsung, ugye az összes Galaxy 6-os és 7-es variáns, bocsánat, akkor az 5-ösök szomorkodhatnak, mert ők nem fogják megkapni, tehát már csak a 6-os, illetve 7-es, már hogy S6 és S7 változatok. Biztos, hogy megkapják az első frissítési hullámban december környékén a 7.0-as Androidot, a HTC-nél, a HTC 10-es, az M9-es, illetve tehát a One M9, illetve a One A9-es változatok fogják még megkapni. Ez is decemberre várható, és akkor a Sony, igen, a Sony eléggé sok készülékre kiadja, az Xperia Z3 Plus, Z4 tablet, Z5-ös, Z5 Compact, Z5 Premium, Xperia X, XA, XA Ultra, Xperia X Performance, Xperia X Compact, illetve az Xperia XZ, majd az X Performance XZ, az X, illetve az X Compact, azok már novemberben frissülhetnek. Az LG-nél pedig a V20-as az, ami megkapta már, tehát ugye az úgy jelent meg, hogy már megkapta, hiszen egyébként az majdnem ugyanaz a kategória, mint a Nexus, mintha egy Nexus készüléket vettél volna, csak egy felújítottabb változata, de egyébként majdnem még kinézetben is hasonlít rá. És hamarosan a G4, illetve a G5-ös verziók is meg fogják kapni, ezt is még az idénre ígérik. Huawei, illetve az Honor, mind a kettő, hiszen egyébként szinte közös anyától származnak. P9-es, P9 Plus, P9 Lite, Mate 8, G8, MediaPad M3, az Honor 8, illetve az Honor 5C meg fogják kapni, illetve hát a Mate széria legújabb verzió, ami most jött ki, ugye ő már megkapta, tehát az már alapból ezzel érkezik. Ha minden igaz, ez is még az idén megkapják ezek a készülékek. Hát ezekből is az ilyen Lite, hát a P9 Lite igen, de például a 8-as, meg ilyenek, tehát a Mate 8-ból már nem fogják megkapni a Lite-osok, csak a sima verzió, mert abban is van azt hiszem Lite. És hát természetesen a lista az nem végleges, tehát még van millió meg egy gyártó. Sok kérdést kapok a kínai mobilokkal kapcsolatban mostanában, ugye tegnap is volt róla szó, hogy mire figyeljünk a javítás és egyéb más dolgok kapcsán, illetve hogy egyáltalán érdemes ilyen készüléket venni. Mondtam, hogy nem tudok rá érdemben válaszolni, nekem nincsenek ezzel kapcsolatos tapasztalataim. Innen-onnan már hallottam problémákat, meg hallottam jó dolgokat is, tehát hogy olcsó és jó minőség, vagy hát a jó minőség az relatív, de hogy gyors, meg jó készülékekről beszélünk, csak igen, csak ha gond van velük, vagy ilyenek, akkor van gáz, de egyre több Magyarországon is ugye a gyár, vagy viszont eladó, akik kimondottan ilyen eszközöket, illetve kínai mobilokat is forgalmaznak, és vállalnak rá garanciát, tehát ez már ebből a szempontból jó lehet, és hát ugye, hogy ezek megkapják-e majd az újabb Androidokat? Hát nem tudom. Én úgy tudom, hogy a kínai mobilok esetén talán itt is a nagyobb gyártók, tehát a gondolok itt a Xiaomi-ra, vagy az Oppo-ra, vagy a Mizui-ra, vagy Meizui, vagy már nem tudom a nevét csak kimondani, nézzétek el nekem. Ezeknek a készülékei alapból például itt is a csúcskategória, hiszen ebből is nagyon sokféle változat van. A csúcskategóriások azok már azt hiszem, hogy 6-os Androiddal érkeznek, de egyébként meg ugye folyamatosan 2 év lemaradásban van minimum egyébként az összes középkategóriás gyártó, tehát ilyen lollipopok a jellemzők egyébként ezen a területen, és mivel pont ilyen szintű lemaradás van, nem valószínű egyébként, hogy meg fogják kapni a 7-est, sőt szerintem ezek még a 6-ost sem. Úgyhogy ez a másik fele, ami miatt azért nem, tehát hogy mondjam, annyi hiba van, csak most novemberben, ugye az előbb mondtam, hogy 83 sérülékenységet foltoztak be. Tehát, hogy nagyon sok hiba van az Androidban,
nem mint hazájóeszben nem lenne, tehát még mielőtt itt a kárörvendéseket hallom, ha már hallom, ugye, az is tele van hibával folyamatosan. Úgyhogy, hát ez pont a gyártók, ugye, gyártóknak a különböző meghajtószer, tehát a driverek, a különböző alkalmazások által generált, nem megfelelően lekezelt ugye apiknak a hibáit javítgatják ilyenkor, és hát ezáltal optimalizálják, illetve stabilizálják az operációs rendszer működését. Nem utolsó sorban ugye a biztonsági frissítéseket, tehát ha találnak valami sérülékenységet, amin esetleg a telefon törhető, vagy bizonyos applikációk ki tudnak használni biztonsági réseket, akkor ezeket betömködik. Nem baj, tehát minél többet találnak, az egyébként bármilyen hülyén is hangzik, az nem olyan nagy baj, mert megtalálták őket és kijavítják őket. Ha nem találták volna meg, az a baj. Tehát, hogy az nagyobb baj, de ugye beszéltük, hogy sose lesz ennek vége. Tehát olyan nem lesz, hogy akkor most van végre egy olyan Android verziónk, amiben semmi sérülékenység nincsen, biztos, hogy van. Tehát nem lesz olyan soha. De nem csak az Androidban, ez elmondható a Windows-tól kezdve az iOS-re, tehát tökéletes rendszer nincs, mivel ezek folyamatosan fejlődnek, a fejlesztés során egyre többet fog tudni, és ahogy egyre többet tud, egyre több a hiba is benne, hiszen ezt a nagy tudást, ezt le is kell kezelni. Tehát, és nem minden van jól lekezelve, maradnak kis rések, amiken be tudnak csusszanni, ugye akár a hackerek, hogyha arról van szó. Persze mondom, nem kell ez semmilyen túlzásokba esni, és rögtön azt gondolni, hogy úristen, akkor most nekem egy régi Androidom van, akkor most vigyázzunk, nehogy valaki meghackelje, nem fogja. Tehát, hogy... Már megbeszéltük párszor, hogy ahhoz azért a felhasználónak kell olyan programokat föltelepítenie, hogy ott az nyisson valamiféle kiskaput, amin keresztül lehet, hogy be tudnak jutni, még akkor sem biztos, de hát ugye vigyázzunk, hogy honnan töltünk le és mit, és akkor talán olyan nagy baj nem lehet. Oké. Jaj, megy az idő, úgyhogy hírekből egyelőre ennyi, nem sok volt, már hogy csak kicsit hosszan beszéltem róluk, pedig azért volt itt még egy-két hír, amiről lehetne beszélni, de hát bízunk benne, hogy azért ti is olvastok internetes portálokat, úgyhogy nézegessétek, és ha találtok érdekességet, akkor nyugodtan osszátok meg a Facebookon is. Nem fogom feltétlenül biztos, hogy kommentálni, meg hozzászólni, viszont egy-két dolgot azért ti is, hogyha láttok, akkor egymással osszatok meg. Van egy telefonálónk vele, kezdjük akkor a műsornak a segítségnyújtó részét, és persze a Facebookon, illetve Skype-on is be lehet kapcsolódni, lehet kérdezni, ha van kedvetek. Halló, halló! Szia, Vendi, Gábor vagyok. Hello, Gábor, parancsolj! Az lenne a kérdésem, hogy kb. 2 hete nem működnek a Chrome-ban a flash videók, illetve csak a bővítmény jel jelenik meg, és akkor kiírja, hogy nem tudta betölteni a flash-t. Közben olvasgattam, de nem volt számomra egyértelmű, hogy már nem támogatja a flash-t a Chrome. De támogatja, csak ugye hát eddig is bővítményként támogatta. Valószínűleg az a gond, hogy nem a legfrissebb flash van fönt. Tehát valamiért neked nem frissült le a flash, és ugye a régebbi, hibásabb flash-eket, ugye most is volt valami nagyobb hiba, ilyenkor a Chrome ezeket így kitiltja. Tehát ha nem a legfrissebb van fönt, akkor azt nem engedi használni. Tehát azt javaslom, hogy menj fel az Adobe oldalra, és a legfrissebb flash-t. Ezt megpróbáltam megtenni, de azt mondta, vagy azt írta ki az Adobe oldala, hogy nem tudja lefrissíteni, mert hogy a Chrome magától frissül. Ez igen, ez így van egyébként. Figyelj, akkor viszont én azt javaslom, hogy a Chrome-ot kapcsol, tehát hogy szedd le, és tedd föl még egyszer. És akkor elvileg föl fogja rakni újra a flash-t is. Tehát magának, hogyha a flash... Ezt már kétszer megtettem, és mégis ugyanott tartunk. Hát akkor nem tudom, mi a gond. Akkor még azt érdemes megnézni a bővítmények között, hogyha megnézed, akkor ott... Lányokat olvastam így Google keresésből, hogy igazából 53-tól fölfelé már nem támogatja, mert régi a technológia. Uh-huh. Hát ez így van, tehát alapesetben nem támogatja, tehát ezt be kell kapcsolni az újabb Chrome-oknál. De alapértelmezetten, ha régebben ez neked be volt kapcsolva, és frissíted, akkor az úgy marad. Tehát ha csak nem mostanában telepítetted a gépedet, mondjuk mit tudom, az elmúlt 2 hónapban, nem, hát akkor ennek bekapcsolva kellett volna maradnia. Ha nem, akkor be kell kapcsolni, ezt engedélyezni kell a bővítmények között a Chrome-nak, vagy a flash-nek a használatán. Na, akkor megnézem még egyszer, mert a többi böngésző Edge Internet Explorer működik, tehát. És jó. A YouTube is működik, mert az HTML5. Igen.
Gyakorlatilag igen, tehát csak gondolom a flash nem működik, hogyha a flash bővítmény nem akar elindulni. Jó? Igen. Úgyhogy ezt engedélyezni kell, és onnantól ez működik, bár ettől függetlenül érdemes megnézni, hogy mi a helyzet a verziószámmal, mert hogyha nem megfelelő verziószámú flash van, akkor az is lehet, hogy az olyan miatt nem működik egyébként. Mert az, hogy a többi böngésző erre nem figyel annyira, az egy dolog, a Chrome-ban ezt eléggé szigorúan veszi, hál' Istennek a Chrome. Jó, köszönöm, jó? Akkor megnézem még okay, egyszer, és utána nézek. Rendicsek, köszi, hogy hívtál. Köszönöm, Andy, szia. Hello, szia. Szabolcsal folytatjuk. Hello, Szabolcs! Hello, hallasz? Hallak, persze. Ne kiabálj okay. velem, hallak. Parancsolj. Azt szeretném csak megkérdezni, hogy miért van az egyébként a RAM-omnál, hogy 3,86 gigát lát, és egyébként kírja egyébként, hogy 4 giga RAM a BIOS-ba, és megnéztem amúgy ezt, hogy miért csinálja. Azért, mert 201 megát lefoglal a hardvereknek. Hát nem feltétlenül, tehát nem a hardvereknek, hanem valószínűleg van alaplapi videókártyád, tehát az alaplapra igen. is van integrált videókártya téve, hogy úgy mondjam. Van egyébként külön videókártyád, vagy az alaplapit használod? Nincs, csak az alaplap. Nincs. Na hát akkor az gyakorlatilag az alaplapnak, ugye a GPU-nak is lefoglal valamennyi memóriát. Ez azért van, hogy kevesebbet mutat, annyit foglal egyébként, ez elég kevés, tehát teszem hozzá, ezt egy kicsit magasabbra kéne venni, hogyha jobb videó, tehát GPU teljesítményt akarsz, akkor nem ártana legalább egy fél gigát lefoglalni neki, tehát egy 512, 256 vagy 512, attól függ, hogy mennyire, vagy milyen géped van egyáltalán. Megnéztem egyébként Ajdába, és ott azt írja, hogy 1700 megabájt van a videókártyának lefoglalva. Márhogy mi az, hogy 1700 memória. Megabájt? Memória, videókártya memória. Aha, hát az szerintem hülyeségeket ír akkor, mert most gondolom, mennyi memória van a gépedben? 4 giga? 4 giga, hát de majd... Gondolod, 1700 le lenne foglalva belőle, nem is lehet annyit szerintem, vagy nem tudom, hogy lehet tehát ilyen értékeket így beállítani, bár lehet, hogy lehet. De most gondolod, akkor 2 giga állna rendelkezésre úgy a rendszerhez. De hát azt mondod, hogy 3,8 áll rendelkezésre, tehát valószínűleg 256 mega van neki nagyjából lefoglalva. Ami egyébként elég, tehát most alaplapi videókártyánál nem kell ennél nagyon sokkal több, vagy attól függ persze mit csinálsz a géppel, de nem nagyon kell neki több. Én már szoktam nézni HD-t. Mondom, 512, én annyit szoktam ilyen alaplapiaknál beállítani, az szinte mindenre elég egyébként. Tehát játszani úgysem nagyon lehet az alaplapi videókártyák, bár az újabbak, tehát azért kérdezem, hogy milyen a gép, hogy erős gépről beszélünk, vagy Intel i3. i3-as, na, az a gyengébb változat, tehát ott meg aztán pláne nem kell olyan túl sok neki, tehát még ez a 256 is szerintem bőven elég, amennyit ő alap esetben ezek szerint lefoglal. Annyi meg kell, mert ha ennél kevesebb, akkor már azért lesznek grafikai teljesítmény problémák, hogyha ennél kevesebb memóriát adsz neki, ha egyáltalán lehet kevesebbet. Jó, úgyhogy ezért lefoglal magának ennyit. Egyébként dinamikusan változtatja, tehát a többet kér, ez is talán BIOS beállítás kérdése, talán alapból. Program is, hogyha többet kér, akkor annak felszabadítja. Nem. Hát, ezt már megbeszéltük párszor egyébként, hogy a memória az, hogy fizikailag mennyi memóriád van, persze nagyon fontos, de igazából létezik virtuális memória is. Tehát ha nincs elég fizikai memória, akkor a Windows, de a Linux is, meg bármelyik operációs rendszer képes a Winchester, tehát a háttértárolónak bizonyos részéből is memóriát csinálni, úgymond virtuális memóriát, és onnantól kezdve, ha nem fér bele a fizikai memóriába egy pár dolog, akkor virtuális memóriába teszi be a fizikai memóriában tárolt dolgoknak egy részét, és onnan tudja az utánpótlást folyamatosan. Tehát a memóriakezelés az úgy is olyan, hogy ez így ugrál. Tehát kicsit úgy néz ki a Windows esetén, mint hogyha egyébként bármennyi memóriát beteszel, ő mindig bekesseli, és kiírja, hogy gyakorlatilag 4 gigából 2,9 le van foglalva mondjuk. Na most nem biztos, hogy le van, de azért ő bekesseli előre, hogy gyorsabb legyen a memória kezelés. Tehát most csak egy példát mondtam, mert sokféle, tehát többféle módon működnek egyébként az operációs rendszereknek a memória kezelése, de például azért nem kell meglepődni, hogyha lenne 16 giga RAM-od, akkor 10-et foglalna le belőle a Windows, miközben egyébként nem annyit eszik maga a Windows, csak előre cache-el egy csomó programnak,
alapból megcímez bizonyos memória területeket, hogyha elindít egy programot, akkor gyorsabban történjen meg az elindítása, illetve az adatoknak a memóriába való beletöltése. Jó, értem. Úgyhogy 4 giga az nagyjából elegendő egyébként átlagos felhasználásra. Még majd még bővítve lesz. Lehet bővíteni, bár igazából mondom, i3-ashoz szerintem elég. Ahhoz procit is bővíteni kéne, hogyha gyorsabb gépet akarsz. Vagy nem, SSD. nekem a RAM az elég lenne, uh-huh. hogy még 2 gigát még belerakok. Akár. Figyelj, minél több memóriád van, annál jobb, mert akkor több mindent... Tudom, hát 16 gigáig bővíthető ez a gép. Igen. Jó van. Oké, Szabi, köszi, hogy hívtál. Hello, hello, csak ennyit szerettem. Oké, és hello. Megyünk tovább, itt van velünk Laci. Hello, Laci. Szia, Vendel. Jó hang. Aha. Oké, és igazság szerint, hát ugye, amit mondtál te is, hogy a mostani videókártyák képesek dinamikusan növelni a lefoglalt memória méretet. Nem mindig, ezt a BIOS-ba állítható, ha állítható. Így van, így van. Tehát a BIOS-ban azt mondod, hogy nem foglalhat többet, hanem fixen ennyi, akkor ennyit fog foglalni. Így van. Ha viszont nincs ilyen beállítási lehetőség, vagy alapból be van kapcsolva, hogy engedi dinamikusan, akkor majd ő az alkalmazástól függően akár több memóriát is lefoglal magának. Igen, igen, egy-két játéknál ugye ez okozott problémát az elején, mert be volt állítva a játék, hogy csekkolja le a videóra memória méretet, uh-huh. és ha nem volt meg, akkor kiírta, hogy hát ugye a géped nem alkalmas a futására, közben meg el tudta volna indítani. Igen, hát vannak olyan játékok, amik mondjuk mit tudom, 1 giga memória, tehát videó memória alatt el sem nagyon indulnak, és ha mondjuk éppen aktuálisan csak azt mondjuk, hogy 5-12 van benne, és mondjuk nem lehet dinamikus, tehát nem dinamikusan állítva történt, akkor bizony lökhet ilyet, hogy na hát itt nekem kevés a videó memória. Ja. Aztán még a Chrome-hoz szerettem volna hozzászólni. Én úgy tudom, hogy a Chrome-ba a Flash plugin-t, tehát automatikusan frissíti magával a verzióval együtt. Én nem is raktam fel Flash plugin-t. Igen, de van, amikor nem sikerül neki. Én is találkoztam már ilyennel, hogy nem sikerült neki. És én nekem is volt ugyanez a problémám egyébként, ami a Gábornak, hogy le kellett szednem hozzá a Chrome-ot, és amikor újra föltettem a Chrome-ot, akkor, és megnyitottam egy flashes bármit, amihez flash kellett, akkor ő automatikusan leszette, és onnantól kezdve nekem helyre jött a történet. De volt olyan, hogy nem hallottam ment. Még ilyet, bár lehet, hogy simán, hogy van ilyen. Uh-huh. Úgy tudtam, hogy besomagolják magába a telepítőbe, tehát ugye benne van már a labból, tehát nem külön kezdi el lefrissíteni, hanem mondjuk a frissül a verzió, akkor szedi le. De lehet, hogy ugyanam, hogy mondod, nem tudom. Csak arra azt akartam még mondani, hogy itt ugye a Chrome 2.per pluginsba tudja ellenőrizni a verziót, itt meg is osztottam a képet. Igen, neked. Bár olyan kis képernyőt használsz, hogy senki nem lát semmit, hogy Ctrl++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 
látni, hogy esetleg, hogy ki van-e kapcsolva, tehát hogyha engedélyezés van, akkor ugye ki van kapcsolva, vagy esetleg még megpróbálhatja azt, hogy bekutálja azt, hogy mindig futtatás, bár az biztonsági kockázat. Az első jelent. Alkalommal megkérdezi úgyis, hogy ő most mit akar. Tehát, hogy mindig akarja futtatni, vagy csak bizonyos oldalaknál. Az is lehet egyébként, hogy az a gond, tényleg, ahogy most mondtad. Hogy lehet, hogy ő azt mondta egyszer, hogy nem akarom, hogy fusson, tehát nem engedélyezi a plugin-t, és lehet, hogy azért mondja mindig azt, hogy nincs flash plugin, mert igazából van flash plugin, csak nincs engedélyezve a futása. Tehát ezt kéne esetleg még betalálni, ez nem lehet, hogy megoldja a dolgot. Jó, tehát még egyszer Chrome 2.per plugin, plugins, igen, tehát több számba, és akkor ott lehet bekapcsolni. Így van, és tudja ellenőrizni a verziós számot is, mert írja, hogy mi van fent. Ez most a legfrissebb, ugye? Tehát a 23.00.207. Hát ugye, amit Chrome felrakott nekem, ugye ez volt az utoljára, igen, és szerintem a Chrome verzióm is most a legutolsó, de azt hát gondolom, mert az általában frissül, úgyhogy... Hol is van? Ja, Sugóper névjegyben van, mert ilyenkor szokta checkpoint, és napra kész, igen. Napra kész. Oké, Laci, köszönjük! És köszönöm, információkat, hello! Folytatjuk Gyuri papával. Hello, Gyuri papa! Szevasz, vendég, bocsánat! Figyelj! Jó! Hallunk, igen, tök jól hallunk, parancsolj! Vendégem, van egy olyan nagy problémám, hogy az én gépem 64-es. Már hogy 64 bites? Igen. Igen? És van egy játékom, egy nagyon aranyos pókerjáték, Gamer Nor Póker a neve,
ilyen animációs póker, de jó, akkor rákat lehet rögni rajta. Na mindegy, az a lényeg, hogy ment idáig, Windows 10-en van. De ez a játék 32 bites, és most az Istené nem akar elindulni, majd 3 napja. Hát ugye az, hogy 32 bites egy játék, az önmagában nem kéne, hogy probléma legyen, mert a 64 bites rendszerek tudják futtatni a 32 bites alkalmazásokat. A 16 bitessel már lehetnek gondok, tehát a még régebbi alkalmazások futtatásával. Mikor ez a játék? Tehát nagyon régi? Régi játék. És eddig csak úgy simán futott? Nagyon nem kellett hozzá semmi? Igen. Aha. Hát akkor még esetleg azt lehet megpróbálni, szerintem itt a játékkal van inkább valami gáz, hogy esetleg újra telepíteni, nem tudom, hogy egyáltalán ezt kellett telepíteni. Azt is csináltam, igen. Újra kitöröltem, újra telepítettem, még a Prefect Bankpából. És a telepítés kiszen. Lefut rendesen, nem jelez hibát? Igen. Tehát kírja, hogy használtra kész, van is ikonja, rákattintasz, és nem történik semmi? Nem, letesz a tárcára, és nem indul el. Hát ez érdekes, sajnos akkor valami nincs jól benne lekezelve. Tehát valamiért elindul, tehát leteszi a tálcára, de nem indul el. Tehát az eszek szerint akkor elindul, csak valamiért nem mutatja. Igen, nem tudom, kompatibilis beállítást csináltam már. Azt is lehet, bár azzal vigyázni kell, mert az okozhat ilyen problémákat egyébként, hogyha rossz a kompatibilitásnál a beállítás, tehát elront valamit ott az ember, az pont, hogy azt okozza, hogy esetleg nem fog futni a program. Tehát lehet, hogy ott mindent vissza kéne állítani az eredeti állapotára. Azt kéne megnézni egyébként, hogy amikor elindítod, akkor a feladatkezelőbe, tehát hogy nyomsz egy Ctrl-Alt-Delt és a feladatkezelőt elindítod, hogy ott látszik-e a listában, hogy fut. Mert ha fut, ott van a listában, akkor elvileg fut, csak valamilyen nincs neki standard outputja, tehát nem kerül ki a képernyőre valamiért. Illetve nem tudom, nincs több képernyő? Nincs követő tévére kötve a géped? Vagy nem, nincsen nekem. Mert még az szokott lenni néha, hogy a másik képernyőn indul el, aztán, hogyha nincs bekapcsolva, vagy valami, akkor nem látja az ember, de a másik képernyőn. Csak ez a számítógép, meg a monitor van. Nem nagyon van más ötletem. Ezt nézd meg, légy szíves, hogy a feladatkezelőben, amikor elindítod. Látja a feladatkezelőben, ott van a ikon. Nem úgy tehát a feladatkezelőben, tehát amikor elindítod, kontrollad el, és megnézed, hogy mik azok a folyamatok, amik futnak. Ott van-e a folyamatok között? Ha nincs ott, akkor nem fut. Ha ott van, akkor ott van, csak, és fut is elvileg, csak valamilyen nem látszik. Azt pedig nem nagyon lehet megoldani, csak azzal, hogy az ember uninstallálja, meg visszateszi, és reménykedik abban, hogy működni fog. Hát valamilyen... Na, mert a feladatkezelőt, ugye rámegyek a tárcán a jobb vigyel, akkor a feladatkezelő megjelenik, és ott van az ikonja. Hát akkor érdekes. Jó, nem húzom bele időt, majd... Nem tudok rá mit mondani, mert akkor elvileg fut, de valamilyen mégsem látszik, ott valami a játékkal nem stimmel. Azt mondom, azt próbáld meg, hogy esetleg eltávolítod, megnézed, hogy a program files-ból is eltávolodott, nem elmaradt ott valami beállítási file, vagy valami, mert lehet, hogy valami olyan hibás inicializálási file-t hozott létre, ami miatt rosszul indul el, vagy valami. Tehát azt is mindent ki kéne onnan törölni. Tehát uninstall, magát eltávolítod magát a programot először a Windowsból, és akkor onnantól kezdve megnézed a program files-ba is megkeresed, hogy a saját mappája egyáltalán letörölte, vagy ha hagyott ott egy mappát, az mondjuk üres-e, ha nem, akkor törölt ki a mappát is, és akkor utána próbáld meg újra húzni. Újrainstallálni. Ha nem megy, akkor igazából Windows alap gyári visszaállítást tudok neked javasolni egyébként. Az kicsit hosszadalmas, de hát ha az megoldja, hogyha visszaállítod a rendszert alapbeállításokra. Jó. Jó? Jó, köszönöm szépen. Nincs vicc. További szó. Szia, Gyuri papa, hello. Sziasztok. No kérem, hú, de megy az időnk. Nézzük a Facebookot, mert ott még ma nem is jártunk. Szegény Facebookosok. Jó, hogy azzal kezdtem a műsort, hogy nyugodtan írjatok akár előre is. Aztán itt 10 perc van az adásban, és még nem jártam a Facebookon. Azt mondja, hogy... Ja, közben Tomi írja, hogy neki is Windows 10 van, 64 bites, és ugyanez a póker, ez a Governor of Poker 2 és a Governor of Poker 3 is multiplayerben tökéletesen fut. Androidon is elérhetők ezek a játékok egyébként. Aztán Laci szerint Gyuri papa trollkodik. Nem hiszem, hogy trollkodna. Gyuri papa egy régi kedves nézőnk, aki nem trollkodik, kérdez, mint minden kedves régi néző, ugye, aki követi a Restartot. Vannak persze olyanok, akik trollkodnak, de őket mindig kiírtjuk innen a műsorból.
Aztán Tímár Matyi írja nekünk, szia Vendi, egy honlap betöltési sebességét szeretném tesztelni külföldről, Amerikából, illetve az EU más részéről. Na, hány ilyen kérésre szolgáló tesztoldalt néztem, annyiféle teljesen eltérő eredményt kapok, többek között Uptrends 25 másodperc, Pingdom 3 másodperc, stb. A Google szerint jól van optimalizálva az oldal, csak a beágyazott alkalmazások lassítják, kicsit például a Facebook Like plugin és a Google Maps. Mi okozza ezt a nagy különbséget a tesztoldalak által mért eredmények között szerinted, illetve hogy lehetne megbízhatóan megmérni, milyen sebességgel töltődik be a honlap a külföldi szolgáltatóknak? No, hát a következő helyzet. Én azt gondolom, hogy te Magyarországon vagy első körben, tehát Magyarországon logikus módon gyorsan kéne betölteni. Tehát ha az elérést nézzük, akkor gyorsan kéne betöltődni az oldalnak. Ha ennek ellenére mondjuk Magyarországról valami miatt lassan töltődik be, akkor ott valóban esetlegesen ugye optimalizálási problémák vannak, illetve mivel használsz külső plugineket, tehát ezt a Facebook plugint, meg illetve Google Maps plugint is, amik viszont nem magyar oldalakról töltődnek be, ezek biztos, hogy lassítják valamelyest az oldal betöltését. De én a helyedben ezt ideiglenesen addig kiszedném ezeket a betöltődő kis plusz plugineket, vagy beágyazásokat, hogy anélkül, hogy töltődik be az oldal. Mert anélkül tök gyorsan, hogy bejön, akkor igazából szerintem nincs az oldallal semmi gond. Azok szokták leginkább lassítani egyébként, tehát az ilyen beágyazások, vagy az esetleges bannerek, ugye, amik más-más szerverekről jönnek, azok tudják lassítani egyébként egy oldal betöltését, bár egyébként meg lehet írni úgy a programokat, hogy illetve úgy egy weboldalt, hogy figyelmen kívül hagyja és utólagosan tölti be az ilyeneket, egyébként ezt is érdemes utána nézni, ezt hogy kell megcsinálni, hogy ne tartsa föl a program, vagy az adott weboldalnak a betöltését, mondjuk egy-egy pluginnek a lassúsága. Tehát addig betöltődik minden, aztán az majd legfeljebb később töltődik be. Lehet egy ilyen módszerrel is programozni egy adott oldalt. Az meg, hogy külföldről innen-onnan lassabb, hát Magyarországról fut, gondolom én, tehát egy magyar szerverre pakoltat föl. Ez még nem derült ki a posztodból, de valószínűleg ugye itt a különböző szolgáltatók a világ különböző pontjain, azért a Magyarország felé irányuló sávszélességük az nem azonos. Ráadásul ezek az ilyen tesztelő oldalak, meg gondolom ugyanúgy, hogy te is tesztelsz, más is tesztel ezeknek, teljesen bizonytalan az elérési sebességük, tehát van amelyiknek lassabb, van amelyiknek gyorsabb, attól is, hogy hol van. Tehát ezt így ebben a formában én azt gondolom, hogy nem tudod értelmesen letesztelni. Tehát letesztelni úgy tudod, hogy megnézed magyar viszonylatban. Ha magyar szerverről fut, akkor Magyarországról megnézed. Ha Magyarországon ez gyorsan lejön, akkor az oldalon te nem tudsz többet optimalizálni. A többi az már igazából a külföldi szolgáltatóknak nem hibája, csak az esetleges sávszélességbeli kérdése, vagy elérési kérdése, hogy azok megfelelő sebességgel el tudják elérni. Jó? Tehát ezt nem lehet egyébként normálisan belőni. Persze lehet olyan szolgáltatót választani, akinek gyorsabb, vagy több külföldi sávszélessége van, vagy úgynevezett kevesebb hopra van a nagyobb gerinchálózatoktól, és akkor ott lehet, hogy gyorsabban töltődnek be. De ugye Magyarországnak a hálózat az úgy épül fel, hogy a belső hálózat az minden szolgáltatónál, amivel van egy központi elosztó, ugye a BIX, amin keresztül adatot cserélnek a különböző szolgáltatók, ezért Magyarországon szolgáltatók közötti elérésekkel sem szabad problémának lenni, tehát nagyon gyorsak általában a weboldalak elérésé, meg nem csak weboldalak, bármilyen adat. Sőt, vannak szolgáltatók, akik egymással is közvetlenül egyébként össze vannak kötve, tehát nem csak a BIX-en keresztül, viszont minden szolgáltató külföldre saját sávszélességet vásárol, és hát ugye az jóval kisebb keresztmetszet, tehát jóval kevesebb sávszélesség van külföldre, mint Magyarországra irányulólag, ezért sajnos csúcsidőben pláne, akármelyik szolgáltatónál is van egyébként a szerver, amiről fut a te weboldalad, nem biztos, hogy az olyan optimálisan gyorsan fog külföld felé is megjelenni. Ezzel nem tudsz mit csinálni, azt tudod csinálni, hogy maximum valami külföldi gerinchálózaton helyezed el az adott weboldalt, és akkor az a világon talán máshol gyorsabban elérhető, és Magyarországra lesz viszont valószínűleg egy picit lassabb egyébként. Tehát sajnos tökéletes megoldás az ebből a szempontból nincsen. Oké, virtuális sport közvetítéseket tervez az Intel. Ez is egy érdekes történet lehet. Egyébként igen, már próbálkoztak ilyen, nem csak az Intel. Most az, hogy ők ez
vagy ők is most ilyet terveznek, ilyet már csináltak egyébként. Tehát, hogy 3D-ben, vagy nem 3D-ben, hanem 360 fokos kamerákkal közvetítettek, azt hiszem Japánban talán, illetve mintha az olimpia alatt is lett volna valami tesztadás ezzel kapcsolatban, és az valóban olyan, hogyha VR-ral nézi az ember, akkor olyan, mintha ott ülni a stadionban, tényleg körbe tudsz nézni. Tehát valóság hű élményt biztosít. Aztán János írja, nekem van itthon, van egy itthoni gép, ami egy ilyen home szerverként funkcionál, van rajta FTP szerver, egy TeamSpeak szerver, olyasmi, mint a Skype, tudom mi a TeamSpeak, jelenleg ezek futnak rajta. Van egy barátom, jött volna fel a TeamSpeak szerveremre, de nem engedi semmilyen módon, mivel infósok vagyunk, próbálta pingetni a szervert, nem adott választ, de mindenki másnak működött a TeamSpeak szerver, és a pingre is ad választ a szervergép. A router reset megvolt, gép újra telepítés megvolt, de így sem működik. Nálam ki vannak engedve a portok, így megy is bárkinek, akinek megadom az IP-t, van esetleg ötleted, miért nem működhet, előre is köszi a választ. Hát ha másnak megy, akkor a haverodnál lesz valami probléma, valószínűleg. Tehát nem tudom, hogy miért pont a TeamSpeak, de más szolgáltatásokat is ki kéne próbálni. Tehát, hogy meg a ping is egy relatív dolog, azt lehet tűzfalból tiltani ki- és bemeneti irányba is egyaránt, tehát a kipingetést is, meg a bepingetést is, vagy a pongatást, ugye, mert ping-pong, ugye, ez nem vicc, most ilyen röksz, ez így működik. Megpingetsz valamit, az visszapong. Ez tényleg így van. Tehát a válasz az a pong. Ping-pong. Na, de viccet félretéve, lehet, hogy valami tűzfal probléma van, vagy meg kéne nézni a te tűzfaladba, vagy a routerbe, vagy nem tudom, hogy mit használsz tűzfalnak, hogy nincs-e véletlenül valamiért ő kitiltva. De a TeamSpeak-nél, ha jól emlékszem, még ráadásul verzióknak is timmelni kell, lehet, hogy valami másik verziót használ, és azért nem tud a TeamSpeak-hez kapcsolni, a pinget meg nem tudom, mondom, az meg inkább valami tűzfal probléma, vagy a szolgáltatója nem engedi pingetni kifelé. Mobilról például nem lehet pingetni, tehát lehet, hogy ő mobilról akar netezni, egyébként a mobilon a natolás miatt lehetnek egyébként is ilyen problémák, hogy ott belső IP-ket használnak a mobil internetnél, meg vannak olyan szolgáltatók is már egyébként, akik belső IP címeket használnak, és azért natolva kapod meg a mondjuk úgy a külső IP-det is, ez mondjuk néha fennakadásokat okozhat, de hát azt mondod, hogy másnak vagy más ismerősöd meg tud kapcsolódni, akkor inkább a haverodnál lesz a gond szerintem, tehát nem neked kell itt újra rakni a gépet, hanem inkább nála kéne körbenézni, mi a gond. Jó? Aztán, ha vásárolsz egy okostelefont, és már akkor kémprogram van benne, arra van valami jó applikáció? Köszi. Hát a vírusírtott feltehetsz mobilokra is létezik ilyesmi, de az, hogy egy applikáció önmagán belül, tehát egy kémprogramot tartalmaz, ez nem feltétlenül biztos, hogy ez egy vírusírtó, tehát egy telefonos vírusírtó ezt úgy felfogja, vagy úgy egyáltalán megismeri. Ez egy nagyon kemény dió, de az, hogy alapból kémprogrammal jön egy mobiltelefon, az azért elég necces. Kínai mobilokra egyébként jellemző, a kínaiak nagyon sokat kémkednek, most nem akarok általánosítani, meg bántani itt, pláne meg általánosságban a kínai mobilokra ezt mondani, de hallottunk már ezzel kapcsolatos dolgokat, és nem csak a mobilokra jellemző ez, szerintem már meséltem nektek egyik ismerősömnek biztonsági kamera rendszerét, vett egy ilyen jó kis 4 kamerás biztonsági rendszert, amihez adtak egy ilyen DVD-szerű rögzítőt is, ami ugye folyamatosan rögzítette gyakorlatilag a kameráknak a képét, rádugta a netre, tök jó, mert akkor távolról is lehet nézni, és azt vette észre, hogy igazából ő nincs is rákapcsolódva, mégis óriási adatforgalom van. És kiderült, megnézte ilyen hálózatsniffelő program, ugye egy Wireshark-kal meg lehet nézni a hálózati forgalmat, kiderült, hogy ilyen kínai szerverekhez van neki kapcsolata folyamatosan, tehát valami kínai szerverre folyamatosan küldte az ő kameraképeit. Tehát, hogy ez milyen már, hogy veszel egy valamit, nem is számítógép, hanem tényleg egy céleszköz, és azt se tudod, hogy mit csinál, bele van építve a szoftveré, vagy igen, kiüldje Kínába. Valahova, kinek. Bár nem tudom, kit érdekel, hogy Kínában, hogy mit tudom, Budapesten a 15. kerületben valakinek a 4 kamerája, az miért érdekes Kínába. De hát ugye tudunk ilyesmiről, hogy hogy azért az ilyen titkos szolgálatok, azok szeretnek mindent figyelni. Tehát vigyázni kell az ilyen eszközökkel valóban, hogy
hogy hova és mit kommunikálnak, és hallottunk, mondom, mobillal kapcsolatban is ilyet, hogy kínai mobil kapásbor kernel szinten az Androidba be volt építve egy kémprogram, tehát ezt nem is tudod kiírtani, mert a rendszer része. Tehát maximum, ha egy új Androidot, tehát feltöröd, és egy másik Androidot raksz rá, tehát főzöl rá egy másik Androidot, akkor tudod ezt eltávolítani, mert a gyári applikáció bizony kémprogramot tartalmaz, ami küldi ki az adataidat. A kínai, nem is tudom, hogy ez a kormánynak, vagy kinek, de gondolom, hogy ugye tehát adatpénz, ez mindig sok pénzt ér az embernek a személyes adata, úgyhogy lehet, hogy kereskednek vele. Úgyhogy vigyázni kell ezzel kapcsolatban is. Júj, kifutottunk a műsoridőbe, úgyhogy megköszönöm a figyelmet. Facebookon még maradunk egy picit, mert látom, annyi kérdés van, hogy ezekre még akkor válaszolok, úgyhogy a tévénézőknek hello! Facebookosok még maradjatok, vagy a tévénézők kapcsoljanak a Facebookra, és akkor ott még egy pár percig válaszolok a kérdésekre. Restart holnap élőben, ugyanitt a Fixen, ugyanígy 7 órától. Várlak benneteket, hello, hello!